A pénteki mérkőzéstől eltérően ezúttal fehér mezben lépett pályára a magyar futsal válogatott, az ellenfél, valamint a helyszín azonban változatlan maradt. Szitó Rivera tanítványai ezúttal is a spanyol Paco Araujo által irányított Libanon nemzeti együttesét fogadták a dunaújvárosi sportcsarnokban. Mindkét együttes nagy iramban, de sok hibával kezdte a találkozót, így az első félidő derekáig nem alakult ki nagy helyzet a kapuk előtt. Ekkor azonban a tegnapi mérkőzésen is eredményes Drót Zoltán vette be az ázsiaiak hálóját. A hazaiak azonban nem sokáig örülhettek a vezetésnek. Két perccel később Szegi Szabolcs a saját tér felén vesztette el a labdát, amelyet az ellenfél góllal büntetett, egy-egyre módosítva ezzel a találkozó állását. Ezt követően a magyarok a Szitó Rivera vezetőedző által kedvelt taktikát alkalmazták, és kapusukat lehozva emberfölénybe kerültek. Ezt a helyzetet jól használta ki a csapat, és Gál István távoli lövése utat talált a libanoni kapuba. Ezt követően mindkét kapu előtt voltak helyzetek, újabb gól azonban nem született, így 2-1-es állással fordultak a felek. A második játékrészben felváltva forogtak veszélyben a kapuk, de a befejezésekbe rendre hiba csúszott. A félidő derekán egy begyakorolt figurát azonban góllal fejezett be Harnis Ákos, 3-1-re alakítva ezzel az állást. Szegi Szabolcs öngóljával azonban ismét egy gólosra csökkent a két csapat közti különbség. Ezután sokáig nem változott az állás, de két perccel a mérkőzés vége előtt Trencsényi János egész pályás gólja végérvényesen eldöntötte a találkozót. Magyarország két napon belül kétszer győzte le Libanon válogatottját. A magyar válogatott tagjai pihenőt kaptak, legközelebb január 28-án találkozik ismét a keret. Az Európa-bajnokság csoportkörében február 2-án játsszák az első mérkőzésüket Spanyolország ellen, két nappal később pedig Ukrajnával találkoznak. Ukrajna.